Veres Péter, én nem mehetek el innen. Én nem mehetek el innen soha, sehova. Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom. Millió sárba ragadt paraszt a szomszédom. Ezeknek a sorsa az enyém, és az is marad örökre. Nekem csak térkép a nagyvilág. Talán soha se látom Párizst, Rómát, soha se látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket. Barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld, és zöld folt marad a szibéri szteppe. Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják egy görög bölcs, adj egy szilárd pontot, és kifordítom sarkaiból a világot. Én megtaláltam ezt a pontot, legalábbis önmagam számára. Ez a föld az, amelyen élünk. A szígsós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok és a zöldelő dombok földje, Magyarország. És a 10 millió magyar, aki benne él. Hogy szép-e a mi hazánk? Szebb-e, mint másoké? Nem tudom. Nem is keresem. Hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük? Beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk? Mindegy ma már. Egyek vagyunk vele. Napunk közös a többiekkel. De a mi csíráinkat is felébreszti. A felhők elszállnak felettünk, de esőjüktől a mi füveink is nőnek. A mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem. Lábammal bokáig járok a magyarságban. Arcomat kicserzi az éles pusztai szél. Szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény. Gondjaim lehúznak a földre. Vágyaim fölemelnek a felhők fölé. Nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, forró vágyak és kemény akarat. Ide kell hoznunk a nagyvilágot. Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Kedves tisztelgő és emlékező közönség! Itt ül a Hortobágy szélén, a város főterén egy bronzból mintázott parasztember, az egyik legnagyobb magyar író. Az egyik legnagyobb 20. századi magyar, ahogyan róla Illyés Gyula és Németh László is írta. Nekünk, Veres Péter utódainak kötelességünk szolgálni városunkat és hazánkat. Kötelességünk emlékezni rá és kortársaira, akik sokkal nehezebb körülmények között is a szellemi életet, az emberek haladásának és boldogulásának útját szolgálták és segítették. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok! Engedjék meg, hogy két idézettel emlékezzek Veres Péterre, városunk szülöttére. Illyés Gyula szerint a példaadással is művet alkotván, vagyis íróilag beszélvén, mondhatni, a legmaibb európai módon végezte a dolgát. Országban, nemzetben gondolkodni. Ezzel a kifejezéssel ő ajándékozta meg kortársait, még pályája elején. Leomlott bástyák, vesztett küzdelmek után egy nép talpra állítása, világszintre emelése volt a gondja. Az igény és műveltsége szintjének követe volt köztünk. Sánta Ferenc azt mondta, Veres Péter szüntelen gondolkodása állandó lehetőség volt mindannyiunk számára, a nemzet önismerete. És ha valami, akkor ezt teszi egy nép igaz nagyságát és érettségét. Nem fukarkodott soha ezzel a tudásával. Kényesség vagy hanyag meggondolatlanság nem tartotta vissza, hogy maga keresse irodalmunk fiataljait, s magyarság és emberség normáit kutassa, és építse bennük. mert neki szövetségese volt a mélyen átért műveltség, a szolgálat fegyelme a nemzet sorsáért, és az időérlelte bölcsesség messzire láttató tisztasága. Hogy mennyire az igazság keresése az emberi normák kutatása jellemezte, arra álljon itt egy részlet az 1942. november 21-én elhangzott felszólalásából. Megfogható tárgyi tartalom nélkül mi is hiába vagyunk a népfiai, hiába van egyikünkön pantalló, a másikon parasztruha, a nép nem hallgat ránk, és jól teszi. Neki megfogható ekeszarva, megehető kenyér és felölthető ruha kell. Ilyen önző, materialista a nép, parasztjaiban is, munkásában is. És mielőtt átadnám a szót Vajda Máriának, talán ideillőnek tartják Veres Péter megjelent írásából a történelmi jelenlétből vett idézetét. Egyáltalán van arra remény, hogy az emberek, az úgynevezett tömegek megértik önmagukat, sorsukat és tennivalóikat? Mit tehetünk hát? Annyit minden esetre és mindig tehetünk, hogy az emberi közösségekben legyenek olyan emberek, minden helyen elegendő számban és megfelelő felkészültséggel, hozzá a nélkülözhetetlen gondolati és szólásszabadsággal, hogy a többieket tájékoztatni tudják, és hogy mindez a közösségek életében és munkájában realizálódhasson is. A szellemi munka akkor is közösségi szolgálat, ha maga az egyes értelmiségi individualista volna is, a jó szolgálat előfeltétele a dolgok, az emberek és viszonyulások ismerete és a meggyőződés. Mi, akik ma eljöttünk emlékezni és méltatni Veres Pétert, meggyőződéssel valljuk, hogy Balmazújvároson jó közösségek, tehetséges és szorgalmas emberek élnek, akik képesek városukat és nemzetüket szolgálni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves Péter bácsi, ott fenn az égi mezőkön, és itt balra tőlem, bronzba öntve. Azért köszöntöttem őt, mielőtt önökre tereltem volna a szót, a köszöntés szavát, mert amikor ide kerültem, mindig köszöntem neki. És mindig elcsodálkoztam, hogy ebben a faluban, amely Isten tagadásáról volt egy jó időben híres, hogyan is tehették két templom közé Veres Pétert. De azért tették, hogy lássa mindazt, ami történt. Kedves Veres Péter emlékezetére egybegyűltek. Főhajtás ez a mai nap a nagy magyar gondolkodó író Veres Péter emléke előtt, akit József Attila Hazánk című nagyversének első megfogalmazásakor, mint gondrabátor és okos férfit említ. Tisztelgés ez, a nép hűfia, a nemzet tiszta nagyembere, a különös tehetség, az egyszer volt ember a lángelme, nemzeti vagyonunk egyik nagy tétele előtt, ahogy mi voltának lényegét sommázták halála után azok a kortársai, harcostársai, barátai, tanítványai, akik az 1973-ban megjelent Veres Péter koszorúja című kötetben vallottak tehetségének, természetéről, sorsának alakulásáról. Veres Péter életműve példa a magyarságra, a néphez kötődésre, a nemzetközi kitekintésű, nemzeti gondolkodásra. A hószínű ing és a fekete csizma, amelyet úgy viselt, mint katona a mundírját, olyan jelképté nőtt, amely kifejezi azt a régóta tudott, de gyakran elfeledett történelmi tapasztalatot, hogy egy nép igazán nemzetközivé csak sajátosságainak egyetemes igényi felmutatásával válhat. Balmazújváros nagyfia, amikor felavatták 1972-ben ezt a szobrot, azóta itt ül, dinamikus természetére egyáltalán nem jellemző módon, kezében könyvet tartva, időtlenséget szimbolizálva őrzi és szemléli a múló időt. Veres Péter nem ír, nem olvas, nem beszél, csak borszoborként szemléli a világot, melynek egykor testi valóságában ő is részese volt. Vajon milyen gondolatokat fogalmaz meg a ma jelenségeiről, a település mai lakóiról? a változásokról, a látványos fejlesztésekről, melyek során teljesen megújult, megszépült a környezete. Új szomszédokat kapott hallótávolságra, Veres Péter szobra, Soós Imrét, Semsej Andort, szimbolikus agrárszocialista küzdőtársai személyében. Hosszú út vezetett addig, amíg itt ülhet önök előtt bronzba öntve. A 3 millió koldus Magyarországáról indult, Vókonyha pusztáról, millió sárba ragadt szomszéd, paraszt volt a szomszédja, népkonyhák ínsége, a hideg tél fűtőlék nélkülisége, a 12-én, 13-án, 14-én aratott életnek való gabona, kenyérnek való gabona learatása és a munkanélküliség. Ma, amikor emlékezünk az 1897. január 6-án Balmazújvároson született Veres Péterre, könnyű dolgunk van, mert egy más világban élünk, még ha mindig nem is olyan könnyű ez az élet. De azért kinek kell ma 12 éves korától kezdve dolgozni, vagy még azt megelőzően is, ribapászorként, kiskondásként, aztán napszámba járni, vasúti pályamunkásként krampácsolni, hogy aztán a nagy világégés idején katona legyen az olasz fronton, Piavénál, és aztán a tanácsköztársaság idején a helyi direktórium tagjaként földet osszon. Aztán fogságba essen, életének egy meghatározott része börtönben telt, mert hiszen a rebellis parasztot a csendőrök mindig megfigyelték. Az, hogy ő részt vett az agrárszocialista mozgalomban, ez a rebellis, a későbbiekben Kis-Moszkvaként emlegetett, de előtte rendkívül rebellis parasztfalu, Balmazújváros sajátossága volt. Hiszen itt az mindig is szegény emberek voltak, akik nem tudtak beletörődni sorsuk változatlanságába. Bár 4 elemét végzett, és ahogy mondták kortársai, Gorki szavát idézve, mégis ő az élet egyetemét járta. Nálánál olvasottabb, tájékozottabb ember kevés volt abban az időben. És gondoljuk csak el, micsoda bátorság kell, hogy egy 4 elemét végzett parasztember írjon a kor egyik jelentős újságába, és utána a Népszava, a Föld és Szabadság, a Gondolat, a Kelet Népe, a Korunk, ő sorra hozza írásait. És aztán megjelenjen első kötete, az Alföld parasztsága, amelyet néprajzkutatóként mondhatok, hogy a lengyel Rajmond parasztokja és a többiek mellett ott van a nemzetközi szociográfiai irodalom élvonalába. Indítatása után természetes volt, hogy ő a Nemzeti Parasztpárt alapító tagja lett. Természetes lett az is, hogy gondolatait mindig a szavakkal, írásban fejezze ki. Akkor, amikor a második világháború után új szellők kezdtek fújni, 45 áprilisától a nemzetgyűlés tagja, haláláig parlamenti képviselő, 1947-48-ban újjáépítés és közmunkaügyi miniszter, gondoljuk csak el, a gyepsori kis 3 osztatú parasztházból újjáépítési miniszteri székbe kerülni. És aztán honvédelmi miniszter, az egyetlen olyan honvédelmi miniszter, akit imádtak a katonái, mert tudta, hogy a katonának enni kell, jó gúnya kell, és ez volt az első szava mindig, amikor a kaszárnyákat járta. Az 50-es években sem hagyta abba az írást, elsősorban önéletrajzi ihletettségű, szociografikus szépirodalmi műveket írt. 1950-ben és 1952-ben kétszer is megkapta a Kossuth-díjat. Számos munkája közül én számomra az Alföld parasztsága mellett az egyik legkedvesebb a Balogh család története. Mert hogy ez egy olyan mű, amit mindenkinek ismerni kell, aki ismerni akarja a magyar parasztság gyökereit, a magyar paraszti életet. És aztán ismerni kell azt a világot, amiben ő született. Azt a politikai életet, amikor ő nem fogta be a száját, amikor ő kimondta az igazságot, és nem a saját magáért felelő igazságot, hanem sorstársaiért. Amikor 1970-ben befejezte földi pályafutását, Illyés Gyula azt mondta a Veres Péter sírjánál: Lángelnét temetünk. Halála után számos műve szabadult ki az írók, hozta a kézirat fogságából, s látott nyomdafestéket. Alakját szobrok sokasága őrzi. 1972-ben avatták fel a mellettem lévőt, 74-ben a Kerepesi úti temetőben számadó bojtárként, vagy számadóként ábrázolt szobrát a Nagybundában. Aztán, ha Debrecenben járunk, akkor az Agrártudományi Centrum előtt is ott áll a szobra, de ha Bőszörményben, akkor a Hajdúsági Múzeumban ott találjuk Veres Pétert, Csokonai Vitéz Mihály, Győrfi István, Bethlen Gábor, Gocska István társaságával szoborba formázva. Veres Péterről számos településen neveztek el utcát. Az természetes, hogy szülőfalujában, Balmazújvároson, de Debrecenben, Ménkőcsanakon, Győrújbaráton, Szolnokon, Berekfürdőn, Hévízen, Pécs egyetemváros szívében, Kazincbarcikán, vagy Budapesten, a 16. kerületben. Iskolák viselik az ő nevét. Itt, Balmazújvároson, de Békásmegyeren és Győrben is. És hogyha korunk információs csatornáján a neten böngészünk, akkor találunk egy ilyet is, hogy Veres Péter lakásfenntartó szövetkezet, Budapest, Győr utca 15. És meghatódva olvassuk a Veres Péter lakásfenntartó szövetkezet kiváló PR-osának tollából, illetve klaviatúrán szerkesztett szöveget. A szövetkezet 78-ban alakult, és azóta büszkén vallják, hogy működik, és azt is büszkén vallják, hogy a szövetkezet Veres Péterről lett elnevezve. És ki gondolná, hogy egy ilyen gazdasági egység milyen szépen ír, és irodalom szerető módon. És úgy eszembe jutott, hogy vajon ezek az emberek ott a beton rengetegben, hiszen 10 emeletes épületek sokasága van, vajon a betonfalak között élő városnyi embertömeg érezte már a kis hortobágyi puszta szabadságát? Meg kellene őket kérdezni, jöjjenek el, és nézzék meg Veres Péter egykori világát, a Kadarc utcát, a Gyepsort, Vókonyát és a többi helyszínt. Veres Péter verseinek, prózáinak, eszmefutatásainak számos sor a szállóigévé vált. A német megszálláskor írta, ha nem lehettél szálfa című versében: ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erősen, magyarom. Ha nem lehettél benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Vagy a csodálatos előadásban hallott Én nem mehetek el innen című versének azt a sorát, hogy nekem csak térkép a nagyvilág, s még inkább idézhetnék, mint ahogy idézzük is oly sokszor befejező sorait a versnek. Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes, és amit érdemes. Tőle tanultam sokakkal együtt. Megdögleni lehet, de rongyembernek lenni nem lehet. S azt is, hogy történhet bármi, a szekérnek haladni kell. Veres Péter szenvedélyes olvasó volt, s ma néhány fanyalgó azt meri mondani, hogy Magyarországon alig van ember, aki olvassa az ő műveit. Nem igaz. A népben, nemzetben gondolkodó Veres Péter műveit mindenkinek ismerni kell. Sokszor feltettem magamban a kérdést, hogy vajon mi segített Veres Péternek kalandos útján és nehéz sorsa során. És akkor ránéztem a katolikus templomra, és fölnéztem a református templom tornyára, hogy vajon Isten hívő volt-e ő, miben hihetett ő. És azt kell mondanom, hogy ő minden bizonnyal hitt önmagában, tehetségében, az írás értelmében, művei maradandóságában. Hitt az emberben, a közösségben, a közösség megtartó erejében, hitt a magyarság jövőjében. Politikusi hite is volt, hitt a parasztságban, a gyökeres társadalmi átalakulás szükségességében. A társadalmi együttélés örökkévaló, keresztényi alapelveit vallotta erkölcsi rendszerében, és követte a maga gyakorlatában is Veres Péter. Az író morális érzékenységét jelzi számos művének már a címe is. Rosszasszony a kelletlen lány, csatlós a pátriárka. Veres Péter asszonynak címzett levelében azt írta 1957. szeptemberében Veres Péter felesége születésnapjára. Nem tudok most már semmit mást küldeni, mint a szívem üzenetét. Úgy szeret az téged ma is, mint 41 évvel ezelőtt, amikor megismertelek a libalegelőn, a többi lányok közt, és amikor úgy éreztem, megtaláltam a páromat egész életre. Nem is mondok többet, csak azt, hogy a hátralévő időt, amit még áld a Jóisten és a sors, együtt tölthessük el, egészen a legutolsóig. Az idősödő írónak egyre gyakrabban kellett szembenézni az elmúlással, az öregedéssel. Egyik naplójegyzetében ezt írta. Én nem akarok elmúlni. A végtelenség vágya rejtezik bennem. Kedves balmazújvárosiak, s szerte az országban, tegyünk róla, hogy Veres Péter naplójegyzetében leírt vágya továbbra is teljesüljön. Erről szól a mai alkalom is, ahogy hosszú évtizedek óta Vízkereszt napja, január 6-a, Balmazújváros számára és az ország számára is, Veres Péter születésnapjáról való megemlékezésnek a napja is.